Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy a Viva Natura televízió kedves nézőit. Parapercek sorozatunkban dr. Egeri György barátommal, Gyurival beszélgetünk. Ez egy trilógia második része, és igazából a magyar koponyákból kilocsanó vízautókról fogunk beszélni. Hirtelen nem jutott jobb hasonlat a fejembe. Ugye kicsit vezessük fel, előző adásban már érintettük, hogy milyen vízautók voltak az előző évszázad elején is már, amit az olajipar egy kicsit, az olajlobbi eltüntetett. Ma milyen lehetőségei lennének a vízautó gyártásnak, és milyen óriási hasznot húzhatna ebből az egész emberiség kollektíven? Ugye alapvetően azt tudjuk, hogy a hidrogénből, vagy nehéz, meg a nehéz hidrogénből fúzió segítségével hatalmas mennyiségű energiát lehet nyerni. Abban és csak abban egyetértek a fizikus társadalomban, hogy a csillagok is így működnek fúzióval, csak ők azt gondolják, hogy ez a fúzió a csillagok belsejébe megy, de a mi napunk a jó példa arra, hogy ez nem így van. A nap felszínének a hőmérséklete csak 7000 fok kb., és a naptól kicsit távol a korona hőmérséklete viszont 5 millió fok, tehát a koronában jön létre, abban a porrétegben jön létre az energiatermelés, az ott termelt energia kisugárzódik a napra, ami nem gáztömeg, hanem az egy határozott felszínnel bíró folyadék. Az egy lötty, amit a gravitáció tart össze, és ott bizony hideg fúzió van. A nap bevonza a csillagközi port, és ez a porfúzió segítségével termeli a napban levő hidrogénből az energiát. Pillanatfélemet. Kedves néző, aki most 2110-ben egy archívumban megtaláltad ezt a filmet, és rájössz, hogy úristen, ezek 100 évvel ezelőtt ezt még nem értették, nem tudták, azok gondoljatok arra, hogy dr. Egeri György barátom lassan 15 éve ezt mondja, és már most készített rá egy olyan készüléket, ami a porfúzió segítségével, hidegfúzióval óriási energiákat állított elő. Bocsát, ezt el kellett mondanom az utókornak, légy szíves tovább. Ez azért érdekes, mert azért a csillagászok, fizikusok ezt látják, de nem értik. Uh-huh. Tehát az adatokkal nincs baj, azt ők is elhiszik, hát ők mérték ki, hogy a koronában óriási a hőmérséklet, 5 millió, tehát ezerszeres hőmérséklet különbség van, sőt azt is tudják, hogy 11 évenként megváltozik a napnak a teljesítménye, ugye a napfolt tevékenységben ez látszik, és ilyenkor bizony más a gabona termés is, a gabona árába is látszik ez a 11 éves, melegszik, hűl az időjárás, meg esős, meg napos, tehát ott is meglátszik ez a 11 éves ciklus. Most az van, hogy a nagy bolygók, a Neptunusz, Uránus, stb. 11 évenként együtt állnak, és ilyenkor az ő közös gravitációs erejük megcibálják azt a porréteget, ami itt van a nap körül, és ezért befolyásolni tudják a napnak a teljesítményét. Tehát maga a nap az olyan nagy tömegű, hogy a bolygók nem tudnak vele mit csinálni, de az a porréteg, itt ami körbevesz minket az egész univerzumba, az igen. És ezért nem tudnak mit kezdeni a kvazárokkal is. Egy-egy csillagcsoport bemegy egy ilyen porködbe, mint a Magellán köd, és azt veszik észre, hogy brutális mennyiségű energia jön ki. Egy év alatt annyi kijön egy ilyen kvazárból, ami 1000 tejútrendszer teljes üzemidő alatt megtermelt energiája. Hát akkor a számaink sincsenek, ami ez az energia,
nem értik, hogy van porfúzió, és ez egy katalitikus fúzió. Nem értik a biológiának a nagy trükkjét, hogy a biológiában, az életben az összes vegyi reakció katalizátorral megy, vitaminokkal, enzimekkel, minden katalízissel megy, nem izomból, észből. És ezt kellene megérteni, hogy ez a természetnek a nagy, a teremtésnek a hatalmas trükkje és eredménye, és itt is az energiatermelés, ami az életet lehetővé teszi, ugye a csillagok, nálunk a nap, az bizony katalitikus fúzió, a porszemek katalizálják a fúziót, a porszemek által létre, ugye a porszemekbe becsapódó elektronok óriási elektromos töltést keltenek, és abban a brutális elektromos töltésben, térerőben létrejönnek neutronok, a protonok, elektronok, neutronokat csinálnak, és innentől kezdve jön a fúzió, magasabb rendszámú elemek keletkeznek. És ezt meg lehet otthon is csinálni a konyhába a mikrosütővel. Bárki meg tudja csinálni. Vagy ott van éppen a kis emésztőrendszered, ahol a biotranszmutáció ugyanezen az elven működve létrehoz újabb anyagokat. Van-e olyan tanszék a világon, nem Magyarországon, ahol ezt az interdisziplinális gondolkodásmódot az élet működésével kapcsolatosan azért megpróbálják felfogni és tanítani? Nem. A tudomány réges-régóta apró területekre esett szét, menthetetlen. De hát, hogyha nem fogja tudni ezt így összefogni, akkor nem tudni tovább lépni semmiféleképpen. Nem is lépnek tovább. Ezt látjuk, hát 60 évvel ezelőtt megállt a tudomány fejlődése, cakpak. Azóta már csak a mérnökök reszelgetnek, ők még javítanak a technológián természetesen, de alapvető dolgokat nem hozott semmit a tudomány. És például a Nobel-díj bizottság, legalábbis a fizikában teljes fennállása óta Nobel végakarata ellenére, teljesen a végakarata ellenére sosem jutalmazott zöld technológiai találmányt. Tehát soha semmiért nem adtak olyan Nobel-díjat, ami a tiszta környezetet szolgálta volna, például a váltóáram ilyen lett volna. Két év is eltelt úgy, hogy inkább nem adták ki a Nobel-díjat, de Tesla nem kaphatott Nobel-díjat. Hmm. Pedig látjuk, hogy micsoda különbség van egyenállam és váltóáram között, igen, micsoda, igen, óriási ásványok, stb. Nem menjünk ebbe bele, de viszont, hogyha már erről beszélünk, akkor na, azt mondod, hogy Nobel mit gondol, de mit gondol, hogy Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémiáról, ami a magyar tudományi fellegvárának akarta ezt az egész intézményt, és látjuk, hogy a mi évszázadunkban sokszor inkább akadályozza a fejlődést, erről az előző adásban beszélgettünk, és te hoztál ide egy rakás olyan találmányt, amit magyar vízfejekbe locsant ki, bocsánat ezért a szóképért, hogy hol tarthatnánk ma, hogyha ezeket az innovációkat Magyarországon gyártási szintre hoznánk, és gyártanánk ezeket az autókat. Minden lehetőségünk nekünk megvolt arra, hogy Magyarország egy virágzó csúcstechnológiát használó, igen magas hozzáadott értéket produkáló ország legyen, és minden lehetőséget levert az uralkodó kormány, az akkori kormány, minden a lehetőséget kivert a feltalálók kezéből. És ez visszafordíthatatlan folyamat egyébként? Hát a mostani mentalitással hogy ne, de állampolgári összefogással fű alatt meg lehetne csinálni. Mert hogy idefele jövett, erről beszéltünk, hogy teljes a kutatásaithoz nem az állami támogatást kapott meg, hanem értelmes, gondolkodó emberek összefogásával tudsz egyáltalán te is létezni és kutatni és fejleszteni. Kizárólag az ő segítségükkel, de azt már megéltem, hogy megnyert EU-s pályázatokat Szőröstől, Bőröstől elloptak négyszer,
akkor volt olyan szponzor, akiről kiderült, hogy ő nem azt akarja, hogy megvalósuljon a dolog, hanem ő betiltott nagyon fontos lépéseket, tehát engem akar csak fogolyként, és volt olyan svájci befektetőcsoport, akik ugye úgymond befektettek, az volt a feltétele, hogy az általam összegyűjtött laborberendezéseket be kell vinni a közös cégbe, majd miután ezt megcsináltuk a közös céget, amikor én külföldön voltam, szépen összepakoltak mindent és elvittek. Tehát van egy ilyen nagy háttérben levő pénzügyi alap, amivel az olajipar felvásárolja az ilyen kis cégeket és tönkreteszi. Kezdték ezt Teslával. De most menjünk a magyar találmányokra, hogy lássák a nézők, hogy mik vannak. Ez a horvát István, aki magyar, de Ausztráliában élt, neki két ilyen találmánya is volt. Ez, amit látunk, ez egy vízbontó készüléknek a szabadalma. Ez is jó, és működött, de a második szabadalma ennél is jobb. Menjünk tovább. Nézzük a következő. Ez egy keresztmetszet volt. A belső csúcsok, azok a katódok, azt használta ki egyébként, hogy a csúcsokon nagyobb az elektromos térerősség, könnyebb a vízbontást megcsinálni, buborékok vannak, amik itt szikrákat és plazmát csinálnak. Tiszta Wrangel-motor feelingen volt. Ez a japán úriember, akiről az Omasa úr, akiről egyszer már igen, beszélt. Igen, a buborékos ember, ugye? A buborékos ember, ő is véletlenül azt vette észre, hogy kavitációt csinál, abban plazma van, rövid ideig tartó szikrák van. De aztán Magyarországon valaki ezt meg akarta csinálni. Én hozzád küldtem az embert. Igen. Lett abban valami? De a harmadik akadálynál már feladták. Igen. Pedig 100 akadály is van ilyenkor, de a harmadiknál megálltak. Itt egyszer már mutattuk, de újra érdemes ezt a képet megmutatni. Ez a vízbontás. Ez a gáz, ha megmérjük a hőmérsékletet, 90 fok és 120 fok között van a hőmérséklete, rövid időre kézzel is megérinthető, de ha itt történetesen molibdén vagy wolfram lemezre megy ez a láng, abban a pillanatban nem olvad meg, köddé válik. Tehát elfüstölög az a... Tehát ott létrejön a fúzió, és megint a vízbontás az, amivel találkozunk itt, tehát itt érdemes keresni. Itt egy indiai feltalálónak a berendezése látszik, amit saját szemmel láttam Bombéba. Ő is vízbontás, víz alatti bontással dolgozott. Ő is ment a lecsóba, mert azt hitte, ő is víz alatti buborékokkal dolgozott, mint a japán, de ő is azt hitte, hogy majd egyedül meg tudja csinálni. Az összefogás gondolata is hiányzott belőle, és csak ez az egyetlen lehetőség, ami van. Ez a berendezés a horvátnak a második találmánya, ami már teljesen egyértelműen kétféle szikra kisülésen is alapszik. Na most ennek az az érdekessége, hogy ő felajánlotta a magyar államnak ingyen. Ez a valamikor a 70-es évek végén volt, és annak idején a felajánlása a Kapolyi László akkori ipari miniszterhez került. Ő meg megbízta az én akkori főnökemet, a Gyimesi Zoltánt, aki akkor az Atomenergia Kutatóintézetnek a vezetője volt, rendes ember egyébként, de mivel a horvát mondta, hogy hát ez fúzión alapul, ezért hát őt jelölte ki a Kapolyi, hogy Zolikám, menjél már ki Ausztráliába, nézd meg ezt. Hát egy évig tartott, mire elintézték a papírmunkát, repjegy, hát ugye a 70-es években kimenni Ausztráliába, hát ez nagy kitüntetés, meg ilyesmi. De mire
kiment Ausztráliába, és találkozott a horváttal, egy év eltelt, és azt mondta a horvát, hát nagyon szépen köszönöm, de közben megjelent két úriember egy nagy aktatáskával, kifizettek, eladtam nekik. És nem mutatott már a Gyimesi Zolinak semmit. És ez azért volt érdekes számomra, mert én, mint fiatal kutató, kértem, megkérdeztem, hogy Zoli, hát láthatnám-e az eredeti dokumentumokat, mérési jegyzőkönyveket, műszaki leírásokat. És a Zoli azt mondta, hogy hát államtitok, de nem mutatja meg. De más lehetett a mögött, mert amikor osztályvezetői kutatói értekezlet volt, az én akkori főnököm, a Szabados elvtárs, mesélte nekünk, hogy megkérdezték, hogy Zoli, hát mégis mit láttál? Ez semmit, hát. És akkor föltették a legfontosabb kérdést, hogy kengurut láttál? Na most senkit nem érdekelt az osztályvezetők között az, hogy hát mégis mi Atomenergia Kutatóintézet vagyunk. Hát azért nekünk érteni kellene ahhoz, hogy valaki magyar rájön arra, hogy hogy lehet vízzel, vagy itt hidrogénnel hajtott autót csinálni, mert annak idején az ausztrál sajtó tele volt a horvát találmányával, aztán így vágták el, de ez mutatja az Atomenergia Kutató Intézet, ma Energia Kutató Intézetnek nevezik, akkori és mostani intellektuális érdeklődési szintjét, hogy rohadtul nem érdekli őket, hogy hogy lehetne az adófizetők pénzén valami jobb világot csinálni. Na most, ez az incidens egyfajta fordulópont volt az életemben, mert bár nem mutatták meg nekem, de fölkeltette az érdeklődésemet, hogy addig eszembe se jutott, hogy jé, hát vannak ilyen érthetetlen dolgok, de nekem, mint fiatal kutatónak azért ez egy kihívás volt, hogy na megnézni, és akkor elkezdtem, ez még messze az internet előtti korszak volt, elkezdtem járni a szabadalmi hivatal, szabadalmi tárába, ez a Kossuth téren volt egy templom pincéjébe, és ugyan ingyen energia vagy örök mozgó kategória nem volt a szabadalmakba, de utána 10 éven keresztül havonta egy délutánt ott töltöttem, és bogaráztam ilyen szabadalmak között, hát csak az angol nyelvűek között tudtam, és 10 év bogarászás után találtam kb. 10 találmányt, ami nagyon érdekes volt, nagyon érthetetlen volt számomra, meg egyébként is már akkor is volt ilyen szamizdat brosúra, a föld alatti irodalom, és ezeket kezdtem el bogarászni, és ész nélkül tanultam a fizikát újra. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül ma úgy gondolom, hogy 50 ezer oldalnyi anyag az, ami a plazma fizikában elolvasandó, hogy képbe legyünk. 20 ezer oldal az a szilárdtest fizikában, 20-30 ezer oldal, ami a magfizikában elolvasandó, és akkor vagyunk képbe, hogy na, hol és miért is működnek ezek a dolgok, de akkor azok a feltalálók mindig véletlenül bukkantak rá, el fogom itt mondani, hogy mint. Itt van a magyar papnak, a pap József, ő 1957-ben Tatabányán jött erre rá, és az ő hát nemesgázzal működő, nemesgáz és vízgőz keverékével működő masinájának a gázkeverőjét láttuk itt. A következő rajzon fogjuk látni papot magát egy ilyen átalakított belső égésű motorral, ezt is meg tudjuk mutatni. Íme itt van papa a 30-as, 40-es éveiben, és nagyon sok belső égésű motort alakított át, hogy teljesen lezárt,
és egy kis víz-nemes gáz keveréket kellett betenni, és az hónapokig ment megállás nélkül, és adta a nyomatékot, semmiféle a szennyező anyagot nem bocsátott ki. Megtaláltam a horvát szabadalmait, a pap szabadalmait is. Horvát úr él még? Azt nem tudom, a pap meghalt, de mindkettőre rálőttek, egyébként ez volt a közös köztük, és a Henry Moreira is egyébként, aki meg villanyautót talált ki. Henry Moreira egy első könyvedben tiltott a lámányok, azt hiszem abban volt. Szerepel, igen. Okay, és akkor megállapítottuk, amikor beszéltünk erről a könyvedről, hogy mindegyiknek az volt a gyenge pontja, hogy a tudását szépen bespezolta magának, és akkor te megfogadtad, és azt hiszem azóta is ez van, hogyha valamit föltalálsz, azonnal kirakod az internetre. Egyrészt az, hogy a tudás közös, a másik az, hogy onnantól ne legyen érdekes senkinek téged bármilyen módon üldözni ezért, mert hogy a tudást, ha tovább viszik, akkor ez a lényeg, hogy a közösség fejlődjön ebből a dologból, mert ezeknek az embereknek mindez volt a gyengéjük, hogy azt hitték, hogy ebből majd megcsinálják a nagy bizniszt, és általában az élet, a Mori is azt hiszem az életét vesztette. Nem, neki elvitték a fadobozkáját. Elvitték a fadobozkáját. És soha nem tudtuk. A 90-es években, azt hiszem 93-ban engem is megpróbáltak megfojtani. 22-es busz? Vagy a 22-es buszon. És a rendőrök ott röhögtek, amíg két ilyen tagba szakadt ember megpróbált megfojtani. De az egyiket tökön rúgtam, és akkor az elengedte a nyakamat, így menekültem meg. De nagyon érdekes, hogy például a második kerületi rendőr kapitányság, miután teljesen föl volt dagadva, az arcom tele volt vérrel, vágásokkal, azt mondták, hogy hát ez 3 napon belül gyógyul, és olyan jegyzőkönyvet adtak az esetről, hogy az írógépben nem raktak ilyen másolótintát, tehát magyarán indigó papírt, egy üres papírt kaptam, tehát ők is nyakik benne voltak, azóta én nem gondolom azt, hogy ők minket szolgálnak. Na, visszatérve, persze az én elődömet, aki ebben az Infinite Energy című folyóiratban a főszerkesztő volt, őt saját lakásába verték agyon 3-an vascsövekkel, máig nincsen tettes, vagy Bódai Árpi barátomat itt pikpak tüdőrákot csináltak neki, vagy a Boda Attila nevű 80 éves mérnök ismerősöm, ő az általam szerzett pénzzel megcsinálta a Hyde-féle generátort, és utána ez a 80 éves ember 2 hét alatt rákban meghalt. 80 éves ember, addig nem volt baj, és a hülye gyerek, az, ezt kell, hogy mondanom, egy 80 éves emberről telekürt, tölte pénzes ismerőseit, hogy megcsinálta a szerkezetet, adjanak neki pénzt. 2 hét múlva halott volt. Most már nem így működik. Volt egy második periódus, hogy akik így kutattak azokat, így közhírré tétetett, hogy ezek hülyék. Így tiltották be a hidegfúziót, és csak rosszat lehet róla olvasni, ha egyáltalán. Most a harmadik fázis van már, semmit nem mondanak, totálkus. Tehát az egy nagy és üdítő kivétel, hogy itt mi erről a dologról egyáltalán beszélhetünk. Ez egy csoda, hogy a biotranszmutáció, amiből először a VNTV nézők tőled hallottak, és azóta minden helyen elmondom, és ugye a mikrobiom kutatás ezen az elven épül, erre alapszik, hogy a élő baktériumok minden anyagból képesek bármit előállítani. Tehát ez viszont egy olyan iránya, amit nem tudnak és nem is akarnak egyelőre bántani. És hogyha a biológiában ez tért tud hódítani, akkor az energetikában sem lehet, hogy hosszú távon ezt tudják tiltani. De hát, Isten. Ezek távoli területek, ezért az olajipar nem retteg a mikrobiom kutatástól, természetesen. Ám majd a gyógyszeripar, mert ha jól működik a mikrobiom, akkor nincs szükség egy gyógyszerre. Hát az biztos. Na menjünk tovább, mert még sok anyagom van. Mutatnám a papféle készülék alapelvét. Volt két
egymáshoz képest aszimmetrikusan elhelyezett elektród. Ezek között egy szikrakisülés jön létre, és ez az, ami csinálja a többlet energiát, ehhez kellett a víz természetesen. A nemes gáz meg arra kell, hogy ez késlelteti a kisülést, és nagyon hosszú ideig még szinte tárolja ezeknek a szikráknak az energiáját. Zseniális elképzelés, menjünk tovább. Hát ebből mondjuk egy szót értettem, de ez az én hibám. Azok a mérnökök, igen, akik ilyesmivel akarnak foglalkozni, azoknak tudok tanácsot adni. Aha. Na most jön az érdekes része, ez a pap még mielőtt ezt az előbbi fényképet láttuk, ugye 57-ben ő Tatabányán megcsinálta ezt az első masinát, és ebből ezen az alapelven kiindulva egy egyszemélyes kamikáze tenger alattjárót készített, és Kanadából ugye ezzel egészen a francia partokig jutott, 12 óra alatt átszelte az Atlanti-óceánt víz alatt, ezt ma se tudja a legjobb tenger alatti járó se. Ebből könyvet írt, és mutatnék pár fényképet erről a tenger alatti járóról, nagyon érdekes. Ott a felső sorban látszik magyarul, hogy Tatabánya 1957, ez ennek a tenger alatti járónak a keresztmetszeti rajz. Jó kérdés, hogy tudottak kijutni a nemzetközi tengerekre, amikor Ausztriában nem tudtunk eljutni ebben az időben. 57-ben dobbantott. Ez nem volt meg nekem. A Jugoszlávián keresztül Kanadába jutott ki, és ott szerzett támogatókat, és 10 év múlva, 67-ben építette meg, akkor ment ezzel a tenger alatti járóval. Még egy-két kép van erről, fénykép, nézzük csak meg. Így néz ki az egyik oldal nézete, itt van a tréleren. Ugye Kanadában ment először 1966-ban, de nem felejtette el sose a magyarságát. Látjuk azt, hogy Hungary, ott van a felirat, és a feleségének Cica volt a beceneve, és hát azt is ráírta. Hmm. Itt van a felesége, a Cica, ez pedig a hidegfúziós reaktor. Azóta se építettek nagyobb hidegfúziós reaktort sehol a világban. Azt gondolom, hogy lehetünk arra büszkék, ha egyáltalán valamire, akkor erre, hogy mi építettük az első jól működő nagyméretű hidegfúziós reaktort. Ennek semmiféle jövője nincs, nem ment tovább ez a dolog? Tehát, hogy eltűnt ez a tengeralattjáró pappal együtt? Nem, pap a motorokat aztán csinált, tehát mutattam az előfényképet róla, és azt hiszem, hogy a 70-es években Floridában végbélrákba halt meg, 60-valahány éves korában. Itt látjuk, kezd víz alá merülni az előbb látott tenger alatt járó, a Hungary felirat még ott van. Ez egy rakéta elven működő tenger alatt járó volt, mint a V1-es rakéta. Beszívta az orrán a vizet, megcsinálta hidegfúzióval ezt a kis robbanás sorozatot, és hátulra kiköpte a vizet. Látjuk a tenger alatti járójának a hátsó fertáját itt. Nincs ezen propeller, mert olyan nagy sebességgel már propellerrel se lehet menni. Ez egy lökhajtásos szerkezet. Itt van a trélerbe, tehát ez egy emberhez alkalmas. Még egy dolgot, még ugorjunk vissza. Még egy zseniális dolgot csinált. A hidegfúzió segítségével ennek a kis tenger alatt járónak az orrát fehérizzásig hevítette. Így aztán a Leidenfrost hatás miatt egy ilyen gőzréteg alakult ki rajta állandóan.
Úgyhogy ennek a súrlódása, a súrlódási ellenállás az szinte nulla volt. Tehát ő a víz alatt úgy haladt, mintha levegő lett volna. Egy torpedó lett volna. Hát ez egy torpedó volt. Na, a találmánynak ezt a részét mind a szovjet, mind az amerikai nukleáris tenger alattjárók torpedói használják. Uh-huh. Ez átment a katonai a találmányok közé. Ez a Jekkel-féle vízautó, ez a legjobb az összes között, ennek a keresztmetszete. Ugye a Janó bácsi a 70-es években a Moszkvicsát átalakította víz alapúvá. Csak akkor ugye tiltották azt, hogy PB gázzal járjanak, mert a benzinen már akkor is keresett az állambácsi, a PB gázra viszont dotáció volt. Ezért a Yardnak az volt a feladata a rendőröknek, hogy hát időnként leállítsák az autókat, és nézzék meg, hogy van-e PB gáz palack a hátsó fertályba valahol, és akit elkaptak így, azt kegyetlenül megbüntették, jogsi elvonás, stb. És a Janó bácsit egyszer elkapta a rendőr, és az volt a rendőrnek a dilemmája, hogy benzintank nincs, gázpalack sincs, víztartály van. De mivel nincs víz, de mivel nincs benzin, hát biztosan itt valami fennforgás esete van, és ezért biztos, ami biztos, jól megbüntették, úgyhogy nagyon kihúzta a gyufát a Janó bácsi a feleségénél, hogy dolgozik ezen már mióta, és a legnagyobb titokba dolgozott ezen, ezért félt, hogy följelentik, kétszer föl is robbant, de zseniális a találmánya. Ez is szikra kisülésen alakult, de az öreg a villamosipari kutatóba dolgozott, tehát ő nagyon jó szakember volt, és fatális véletlenek sora vezetett oda, hogy ez a találmánya megszületett. Olyan dolgokat lopott el a villamosipari kutatóba, ami ide mind kellett és mind jó volt, vékony ezüstdrótot, a nagy frekvenciás, nagy fesztápecséget, stb. Otthon okosban meg tudta csinálni. Sokat dolgozott rajta, de nagyon nem értette, hogy működik. Annyira nem értette, hogy amikor nekem elmondta, a lényeget hagyta ki, mert azt hitte, hogy hát az lényegtelen. Tehát ez a 90-es években, amikor új szelek kezdtek fújdogálni, egy magyar szponzor megkereste őt is, meg engem is, hogy ő ezt támogatná, és megpróbáltuk ezt megcsinálni. Csak mondom, a Janó bácsi részben talán féltékenységből, de inkább totál feledékenységből már nem tudta elmondani, hogy is nézett ki ez a szerkezet. Tehát ezért mint a keresztrejtvényt raktam össze ennek a dolognak a fizikáját, mert minden ilyen nagy találmány töredékes volt, de mindegyikben volt egy-egy fontos töredék, meg mindegyikben megtaláltam a közös dolgot. A Moszkvics hol van? Mi lett ez az? Az öreg szétszette, ugye félt a rendőrségtől, utána szétszette magát a fúziós reaktor részét, hogy na majd csinál egy jobbat, de közbe kellett neki egy alkatrész az elektronikából, amit felhasznált egy másik ötletéhez. Ugye Gyuri, ha nem értette, hogy mi ez az egész, akkor ő csak egy szabadalmat megvalósított, vagy nem, véletlenül rábukkant, és nem is adott be szabadalmat, mert tudta, hogy nem, ő azt szerette volna, ha a rendőrség útvonal a engedélyt ad neki, tehát hogy ő le tudjon menni Szeged mellé a szülő falujába, és ott villoghasson régi gyerekkori haverjainak, hogy az ő Moszkvicsa vízzel megy.
most is kapok még néha egy-egy ilyen levelet, hogy na ő tudja, hogy XY-nak vízzel megy a traktora, ilyesmi, ezeket nem tudom ellenőrizni, hogy igaz-e. Az övé az biztos, a horváté is, meg a pap a masinája is vízzel ment, és most már megértettem, hogy hogy működik, és megírtam a cikk sorozatot angol nyelven arról, és közzéadtam, hogy ezek hogy működnek, és hogy lehet ennek utána menni, aki akar otthon reszelgessen és csinálja meg. Holnap veszek egy lottot, még sose vettem, mert tudom, hogy az a lottó is hogy működik, és nyerek 2 milliárd forintot mondjuk. Tehát lehetne rövid időn belül egy gyártható darabot létrehozni, ez a válasz. Igen. Így van, teljesen egyértelmű. Sőt, hát ez létre is jött, majd mutatok olyan fényképeket, ami az egyik félig kifizetett pályázat segítségével, nekem egy fillért nem fizettek, ellopták azt a pénzt, de létrejött egy csendes kis reaktor, aminek segítségével mindenki ingyen fűthette volna a lakását. Az a kis reaktor rezonáns plazmon polaritonokon alapul, az angol nyelvű szabadalmat kérelmet benyújtottam, újdonságrontás nem volt, bárki elolvashatja a nevem alatt, 2011-ben lett benyújtva, ott van a dokumentum. Tehát meg lehet ezt csinálni. Hogy kérdezik valamit, volt egy manus, aki őrült pénzeket elszedett Jugoszláviába, Indiába, hogy ilyen házi generátort árult. Fogod tudni a nevét mindjárt, mert szerinted csaló volt, és bocsa, kedves nézők. A Kese? Azt hiszem a Keséről beszélünk. Kese, igen, az egy iráni. Iráni. Iráni, igen. És utána valamit eladott a katonaságnak, mit tudom én, de ezt nem mondta. Ezt mondta. De emberektől sok pénzt elszedett, és nem adott nekik semmit, ugye? Hát ugye két ilyen, az a háttéripar, az olajipar működtet ilyen csoportokat. Az egyik ezek a kamufeltalálók csoportja, magyar is van ezek között, szerintem a gróspanyol ilyen. A másik ez a típus, és a másik nagy kategória, amikor a igazán jó, értelmes, kreatív embereket húzzák csőbe, ezek a forró fúziók, a tokamak, az inerciális fúzió, milliárd dollárokat költenek el közpénzből, soha nem fog működni, de ezek, amiket én itt mutogatok, összegyűjtöttem, ezek működtek és működnek. És ezt be lehet tenni a lakás pincéjébe, az autóba, de onnantól kezdve tönkre megy az olajipar egyszer s mindenkorra. Hát legalábbis műanyag alapanyagokat, meg kenőolajat tudnak gyártani persze, de hát az nem akkora biznisz, mint dízelolajat, meg benzin gyártani. Onnantól kezdve a mostani állam apparátusok tönkre mennek, mert hát azért a benzinen meg az olajon beszedett adók kellenek a katonai kiadásokhoz, stb. Nem a pedagógusokhoz jut, de a hadsereg csak így tud fönnmaradni, de utána már hadsereg se kellene, mert nincs indok, hogy most olajmezőkért meg tankhajókért csatározzunk. És tiszta lenne a környezet. Már akkor vízért se kellene csatározni. Tehát nem lenne ok a háborúra. De figyelj, ma tankokat vásárolni, meg ilyen normál haditechnikát, amikor az égben ilyen 20 forintos drónokkal, lézerrel ki lehet lőni a tankokat, tud látod Örményországban. Tehát viszont maga, ezt akarom kinyögni belőle, hogy a haladás egyszerűen okafogyottá teszi ezt a sok mindenkit, az egész világot lehúzó energiákat, és az új, akármit csinálnak, utat tör magának, csak reméljük, hogy ez mi életünkben lesz, és nem 100 évvel később, amikor már lehetőségünk sem lesz a normális életre, mert egyszerűen ezek a gátló erők mindent tönkre tesznek azért, hogy ők a státuszkót fenntartsák, de ebbe közben beledöglik az emberiség, és beledöglik a föld is, habár a föld lerázza magát, és nem lesz itt ez a
homo sapiens, de ez a kincstári pessimizmusod az egyébként mindenen átjött most, amit elmondtál. Én az igazságot. Igen, de hát attól az még, tehát hogy nem lehet itt hallelujázni, és hogyha elhiszük, hogy ezek az emberek majd megváltoznak, akik folyamatosan korlátozzák a fejlődést, hát akkor kérdezzük meg azokat a fizikusokat, akik ott hagyják a pályát, mert egyszer látják, hogy semmilyen fejlődés, nincsenek új dolgok, amivel tovább lehetne menni, és ez most már évszázadok óta így van. Így van. Így. És ezt az olajipar vagy a gyógyszeripar nagyon erősen megmutatja nekünk, hogy ez hogy is működik a háttérből. Ma már nem a katolikus egyháza a kerékkötő, hanem ezek az általunk említett iparok, de még mutatnék képeket azért. Jó. Ez a Henry Moray, aki Teslával egy időben fedezte föl, még mutassuk ezt a könyvborítót, ő írt az energiatenger, amin a Föld lebeg, az általa kitalált találmány a villamos energiát termel. Ez az, amit szerintem körülbelül olyan 150-200 millió forintból újra piacra lehetne vinni, úgy nettó értékben, ha adót nem kell fizetni ebből a pénzből. Abból, amit én leírtam, publikussá tettem, ez már világos annak a fizikája. Ehhez kellett 50 ezer oldalt elolvasni plazma fizikában. Ez a Moray-féle fadoboznak a titka? Igen. Mutassuk meg azt a kis képet, amit ott következőképpen. Az volt a Moray-féle szerkezet? Nem, ez a horvát-féle fúziós kisülés, amit a Gyimesi Zoltán igazgatóm nem mondott el nekem, amit itt államtitoknak nyilvánított. Sokkal később nyilvánosságra hozták, de lehet tudni, hogy mi az, amit kifelejtettek, vagy kihagytak a szabadalomból. Pár dolog hiányzik, de ez most már világos számomra. Itt van a katódja, nagyon érdekes, ennek fontos jelentősége. Az élek mentén alakul ki a szikra kisülés. És ez pörög körbe folyamatosan? Itt állandó mágnesek vannak, és a kisülés az forog körbe-körbe. Zseniális szerkezet egyébként, nagyon szellemes. Én ezekre az emberekre sokkal büszkébb vagyok, mint Puskás öcsire. Tehát ha az ember büszke szeretne lenni, és van mire büszkék lenni, mint magyarok, akkor ezekre a feltalálókra, a horvát profra, vagy a Kovács Ádámra, és így tovább. Vagy a Schaeffer, aki itt van mi közöttünk. Én nagyon becsülöm a Somjai Gábort, aki rengeteg iszonyatos kínhaláltól menthetne meg minket rák daganatos betegségtől, és végig csak alázzák és rugdossák az ilyen kaliberű embereket. Ez nem egy meritokrácia, tehát nem az érdemen, és nem az érdemen alapuló társadalom, tehát ebben a Murphy-féle pöcegödör elv érvényesül, hogy a legnagyobb csimbók emelkedik a legmagasabbra. Sajnos nem örülök annak, hogy ezt mondom, de nem azok az emberek kapják az elismerést és a lehetőséget, akik a legtöbbet tették ezért a társadalomért, hanem az általam egyáltalán nem becsült emberek, mint a Pálinkás József, aki ott volt, mint az akadémia főembere, akit amikor a horvát profot perelték, halálba üldözték, ott volt, mint akadémia elnöke, amikor a Kovács Ádámot piszkálták, ott volt, amikor a Somjai Gábort nem segítették, csak az akadémia. A Béres hogy tudta ezeket megúszni? Egy kivételesen ritka pillanatban a régi állam már összeomlott, és nagy nyilvánosságot kapott. Aha. Tehát Magyarországon volt sajtószabadság két évig, 1990-ben és 91-ben.
ennyi. Tehát én még elkaptam a régi állam összeomlását, a rendszerváltást, amikor a Déri János még akkor ismertelek meg téged. Így van, a Déri János még pofázhatott, vagy már pofázhatott, szabadon beszélhetett, és ő ezt felismerte. Mert utána már tiltották le műsoraidat. Utána megszüntették azt a műsort, amikor mások átvették a János betegsége után. Én elmondom neked itt a... Ez is jó kis hosszú adásunk lett. Én azt mondom, hogy a jövőt megállítani nem lehet. Tehát, hogy mindig amikor... Lassítani lehet. Lassítani lehet. Tehát ez a sötét korszaknak át kell menni a fénybe, mert különben is mire tépjük mi is itt 11 év óta már. Tehát, hogyha nem hinnék abba, hogy ez a dolog megváltozik, akkor én is ezeket az energiákat másra tettem volna. Én csodálok téged a kitartásodért. Van ez a kis pesszimizmusod, ez egészséges egyébként, de azért te is megkaptak kis pofonjaidat, a folytásaidat, és én hiszek még abba, hogy egy sikeres, gyártható, gyártásba vitt szabadalmadat jó magam is a kis konyhámba fogom tudni csinálgatni, és ez csoda, hogy te nem törtél meg ebben. Nem sok korkülönbség van közöttünk, és óriási utat bejártál, és még óriási út áll előtted. És higgyünk ebbe, hogy a fény jön el, és a sötétségben nem tart a sokáig. Tehát egyszerűen... Időnként én kapok pozitív visszacsatolást és megerősítést hétköznapi emberektől. Uh-huh. Tehát sosem a nagy magasságos feudális hűbéruraktól, hanem mindig a kis emberektől. Uh-huh. Ők, bennük még van annyi tisztesség, meg rálátás a dolgokról. Kedves nézőim, megköszönve megtisztelő figyelmüket. Én megköszönöm Gyurinak is, hogy időről időre eljön, és azért mindig mondjuk, hogy a kutyák ugatnak és a karaván halad. Én meg hiszem, hogy azért itt mikroszinten, makroszinten lesznek változások, és a fénynek nem lehet megtiltani, hogy a sötétséget ne söpörje ki a világunkból, és mindenki a saját világába tapasztalja, hogy milyen módon óriási szükség van a változásra, és a változás szelei itt vannak, még hogyha nem is látszik ez napról napra. Látjuk az élet minden területén, az egészséglobbi miket képes államszinteken létrehozni, az energialobbi milyen módon képes ezt a üzemanyagot ilyen drágáért adni, stb. Látjuk, hogy az emberi jogokat milyen módon próbálják a földig taposni, egyszerűen vissza kell venni az irányítást a saját kezünkbe, mert ezektől az emberektől maguktól nem várhatjuk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy itt vagy, itt voltál és itt leszel. Viszontlátásra, VNTV-t láthatok.